Na, jó szolgálatot tevő kis autó. Nézzétek ma. Mi történt itten? Hú, van anyag bőven. Na, figyeljetek. Bemegyünk ide. Ha be tudnánk. Megnézzük, hogy fogtunk-e egeret. Nem fogtunk. Örülünk neki. Na, nem is láttátok még. Tessék. Jaj, bebújjunk ide. Fűtés, lámpa. Jöhet a jó idő. És akkor lehet valamit csinálni. Le van szigetelgetve. Na, kibújunk alóla. Jó anyag. Nagyon jó, még ennyi kimaradt. Na, éjszakai hőmérséklet. Szép lassan melegedik. 0,7. Tegnap 1,7 volt. És 0,7. 6,8 fok van most bent. Na, szóval, hogy meséljem már el nektek, hogy mivel telik a napom. Azt hiszem, hogy nem tudom hány húval csináltam már ma. Hát hármat. Ebből hármat. Az a baj, hogy ezért nagyon sok aprólék van benne. Tehát leszarjuk. Szóval keresztbe kasul van minden benne. Rózsa, kökény, akác, mindenféle izé-mizé. Mindenféle finomság van benne. Csinálnom kell pár fényképet. Aztán nem csak én hordom ám ide haza ezt a sok finomságot, mindjárt megmutatom nektek. Traktorral is hordják nekem. Szóval megbeszéltem az éve a városgazdálkodással. Hát nem velük, hanem a Polgival. Megbeszéltem, hogy csinálnak ilyen írtást. Ilyen bozót írtást. Hozzák ide nekem az összes bozótot, amit kivágnak. Nem tudom, hogy hát én hoztam három kocsival. Mondjuk nincs annyira megpakolva, mint normális, mert nincs aki felugráljon, megtapossa. De a traktort viszont nagyon megpakost pakolják, mert ott valaki megtapossa. Szóval traktoros, hát szóval mindjárt megnézzük, hányszor volt itt, jó? Hányszor volt itt a traktoros? Na, nézzétek, van itt már mindenhol gaj, jaj, az útban is van gaj. Szóval, itt fogunk darálni most már, mivel hogy szerintem is három fuvart csinált, mert itt egy fuvar, vagy kettőt? Nem, szerintem hármat, mert itt is itt egy fuvar. Itt vannak a izé, itt forgolódik a traktor. Traktoros bácsi, itt forgolódik. Oj, meg görcsölök már, sok izétől hideg a lábam, és görcsölök. Ja. Ja, és akkor nézzétek, ide mögé is rakott már egyet. Na, három nagy fuvart hozott nekem. Pontának idáig a fáig jöhet. Itt áig lehet forgolódni. Itt nem számít, csak az mögött vannak kis fák. Nem tud csak oldalra borítani, úgyhogy ezért néz ki így. Ide hordják nekem az összes jó anyagot. Napokat fogok darálni. Rengeteg darál. Annyi való lesz. Különben arra gondoltam, hogy tudjátok, mondtam én, hogy akarok csinálni ilyen ezért bendics hekét. És akkor van ebben rengeteg ilyen nagyon szúrós, és lehet az lesz a bendics hekének az alja. Lerakom ezeket a nagyon szúrósokat, majd ki lesz válogatva, és akkor mit használok fel, mire, mi lesz darálva, meg mi lesz, megint bendics hekét csinálunk. Holnap reggel, mert beindulunk megint, csinálok egy kis rendet. Kihozom a fűrészt, kicsit összedaroblom, azt átdobálok mindent oda, és akkor a traktoros vagy ide beljebb is, és akkor a traktoros le tudja pakolni. Hát csinálok pár fényképet, művész. Valakinek akarok küldeni fényképet arra, hogy mennyi finomságot kapok ide. Ó, rengeteg van még.
még a felével nincsenek készen a munkáknak. Rengeteget kapok. Szóval jó lesz ez nagyon. Holnap kihozom a fűrészt, meg van csinálva az estirem. Kész van. Kész a stiles krém, és akkor jó lesz ez. Jó sok anyag. Jó sok anyag. Na, ez is, ezt is, ez tavaly, hát tavaly valamikor ilyenkor hoztuk. Úgyhogy ezt is le kell majd darálni. Aszányosan. Nem tudom, ezt is biztos írtani fogják. Jó lesz. Hát, ha itt fognak írtani, megmondom nekik, hogy hagyják a francba. Kihozom a gépet, azt itt helyben leletarálom. Jó. Jó lesz. Jó lesz ez. Holnapra meleget mondanak. Kevésbé örülök, még beindulnak a végén a fák. Na. Szóval. Rengeteg jó anyagot kapok. Nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki. Jaj. Jöhetne azért már a tavasz. Tegnap, én a tegnap is csináltam videót. Ha majd ezt megkapjátok. Azért válogattam ki a magokat. Azt már tudjátok, mert az előtt van. Lehet. Aztán lehet, hogy ezt hamarabb felteszem. És akkor majd utána jön a magos, mert az több részes lesz. Az több részes lesz a magos. Nagyon jó. Még ennyi anyagot összeszedni. He. Még ennyi anyagot összeszedni. Komposzték. Nagyon jó. Komposzték. Itt van zöld hulladék csapatom. Nagyon jó. Na, olvad kifele lassan a cucc. Hogy néz ki? Hú. Na, jó, nem? Nagyon jó. Olyan, ami nagyon szúrós, azt egyenlőre félreteszem. Aztán majd lehet, hogy áfonya. Ezért csinálunk belőle áfonya töltést. Itt fúrtam bele valamelyik nap komposztba. Hideg. Nem meleg a komposzt. Kajak hideg. Ott a giliszta. Ott a giliszta. Na. Jó kis komposzt. Nagyon örülök neki, hogy működik. Nagyon jól működik. Jó kis anyag. Nagyon jó ez az anyag. Ott is van darálni való. Hú. Szóval. Nem, nincs izém. Nincs problémám szerintem. Szerintem mostanra eljutottam odáig, hogy ez beindul itt. Ez a darálás, meg a zöld hulladék idehordása, meg a falevél. Akkor viszont izé lesz. Akkor jó lesz. Na majd volt köztetek olyan, aki azt mondta, hogy szétviszi a szél a levelet, és akkor alatta kirohad a fű. Na kíváncsi leszek, melyen látjátok? Itt van a sok levél. Megnézzük, hogy tavasszal hogy lesz kirohadva a fű. Szerintem nem rohadt, szerintem hülyeség. Na de mindegy, hát mindenki úgy csinálja, tudjátok, hogy akarja. Azt szoktam mondani. Mindenki csinálja magának. Hú, hát elfáradtam. Ám jön haza az asszony. Jaj! Mi egyfajta begöcsül a lábam. Azt hiszem megyek befele, mert izé van. Jaj, göcsül a lábam. Néztem a fákat. Hát nincsenek beindulva, szóval nem akarnak. Menjünk befele. Nem akarnak a fák egyenlőre még ezért beindulni. Szóval jó ez a hideg. Nekik jót tett. Mert
Tavaly ilyenkor duzzadtak a rügyek megfele, mint a vadállat. Meg voltak bolondul a fák. Most nincs. Most nincsenek, nézzétek. Feketics megyfa. Nincsen megduzzadva, de abszolút nincs. Tökéletes. Tökéletes. Szóval is azt mondtam, hogy lehet, hogy lesz termése, lehet, hogy az idén lesz termése. Viszont nézzétek csak. A knoblauk, micsoda? Fokhagyma. A foki az teljesen megfeküdt a izétől, a minuszoktól. Megfeküdt. Itt a izé. A nagy fajta az nem. Csak a kicsi. De nem baj, ez, attól még ez meg fog maradni. Ez nem baj. Na jó van, tényleg megyek befele, mert begölcs a lábom megy folytába. Elég izén néz ki a kert, ilyenkor télen, szomorkásan. De az a lényeg, hogy azon gondolkozok, szóval az a lényeg, hogy halladunk dolgokkal. Szóval azon gondolkozok, hogy lepakolom ezt a kizét, futót. Holnap reggel lepakolom futót, kihúzom innen, felpumpálom, és akkor holnap nem a kocsival hordom a gajakat, hanem ezzel. Mondjuk ennek az alja lukasított, de hát a gajhordásra szerintem tökéletes. És akkor nem kell oda hordanom, ahol ott kocsi áll, hanem vihetem én is ide hátra. És akkor, mert onnan én ki tudok jönni a traktorral. Beindítom a trakit, és akkor, ja, le kell pakolni róla ezt a sok izét, amit hoztam. Nem baj, szerintem lepakolok róla holnap. Lepakolok róla, vagy nem pakolok, de lepakolok róla szerintem. Ezzel el tudnék hozni egyszerre sokkal több anyagot. Ja, nem is kéne olyan sűrű, meg ebben tudok forgolódni. Sokkal jobban, mint azért. De mondjuk a traktor meg valahol azt mondja, hogy nincs kedvem beindulni, de holnap meleg lesz, szóval holnap jó idő lesz. Na, felolvadt végre azért. A jég felolvad lassan a kacsáknál is. Szerencsétlenek. Kihoztam nekik minden nap vizet, meleg vizet. Aztán olyan rohadás idegek voltak, hogy azonnal befagyott megint minden víz, úgyhogy... Na jó van. Ebből is tudtam már kivenni vizet. Hát van benne egy nagy jég, de tudok belőle vizet venni. Jó van. Tényleg vége van a izének. Móka, amiki móka tárnak. Jaj, de jó lenne már megint ide kiülni, kávézni egyet. Nézni, hogyan virágszik a növények. Hogyan nőnek, hallgatni a fűnövését. Jaj, de jó lenne már. Na mindegy, majd eljön ennek is az ideje. Egyelőre tél van, hideg van. De, tudjátok milyen jó hír? Tél közepén vagyunk, tehát innentől már kifele megyünk a télből. Innen már csak jobb lehet. Úgyhogy sárga virággal búcsúzom. Sziasztok! Legyetek jók, ha tudtok!